Köszöntöm Önöket az eheti kötött fogásban. Mielőtt a birkózókat bemutatnám a kötelező jelleggel, ugye megjelent a Magyar Hang, pontosabban ugye most mi csütörtök kora délután vagyunk, tehát holnaptól már lehet kapni benne egy Frey Tamás hosszabb interjúval. Mindenki tudja Frey Tamás ki. Az én olvasatomban ő valamikor az egyik legtehetségesebb tévés volt, aztán jelen pillanatban úgy tudom, hogy ő a legsikeresebb bestselleríró, és az egyik legjobb kávés láncolat is az övé, úgyhogy nem egy ügyetlen ember. De ezek szubjektív vélemények. Ezek szubjektív vélemények voltak, igen. Én még nem olvastam ezt a cikket, de azt annyit hagyd tegyek hozzá, hogy 24.hu megjelent fel egy interjú, és nagyon érdekes, tényleg nagyon tanulságos, úgyhogy valószínűleg ez a Magyar Hang interjú is az lesz. Torkos Matild, Magyar Hang munkatársa. Üdvözlöm a nézőket. Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok. Pulai András, a Publikus Intézet vezetője. Szép napot. Konok Péter. Jó estét kívánok, hogy így jöttem Rákos vasútállomástól ide a Balázs Béla utcáig, azon tök rengeteg, hogy Erdogan elnököt kellett volna helyettem hívni, Malika, nem ő az egyetlen, aki majd benne a kurva városban lendületesen tud közlekedni. Vagy még ő se. Hát. Igen, hát a vidéken el se tudják képzelni, hogy milyen ostrom állapot van Budapesten, de hát épp az előbb nézegettem a telefonomban, hogy fogok hazamenni, mi a jó tanácsa. Szóval kezdjük akkor mégiscsak a Borkai üggyel, hogyha neked nem is tetszik, lendüljünk túl rajta. Fiúk itt a jobbosomon. Ez egy fontos ügy. Szóval megcsinálta azt a gusztustalanságot Borkai, nyilvánvalóan nem a saját akaratábor, amire ugye úgy vagyunk, mint a Moldova novellában a paraszt bácsi, hogy ezt is gondolta volna, meg azt is, de a végén azt mégse. Mi a véleményetek? Heuréka. Oké, de ki lesz helyette? Tehát ugye... De azért heuréka egy elszólás volt, magunk összólva, ő szerintem hallelujára gondolt. Hát valószínűleg, nem tudom, rátalált a szakkorra. Szerintem ő tudta, hogy mi fog következni, esetleg azt nem, hogy mikor, és... De közben rájött, hogy ezt mégsem mondhatja, hogy halleluja, mert hogy annak azért politikai következményei lennének. Heuréka az ebben a közegben nem jelent semmit. Az egy csúnya elszólás volt. De viszont legalább nem jelent semmit, úgyhogy teljesen megfelelt arra, hogy mit mondjon. Hát én még várom az ügyészségnek a nyilatkozatát, hogy sajtótájékoztatott a Pol Péter, és elmondja, hogy vizsgálatot indított az Audi földek megszerzésének a körülményeit feltárandó, mert időhatár nélkül megtámadható egy szerződés, hogyha az törvénysértő, már pedig ezt belengi a korrupció. A Transparency International tett egy ilyen feljelentést egyébként. Igen, tehát hogy akkor azt várom, hogy a Transparency feljelentésére Pol Péter kiáll. Tehát most 10 éved van, hogy várjon. Most van 9 éve ismét Pol Péternek arra, hogy kivizsgálja Rákosfalvi úrnak a kaszinó szerzési ügyleteit, mert ugye a Sukorót azt sikerült megakadályozni, aztán cserébe lett Szima Péternek kaszinója, Andy Vajnának, ami nem lett bekötve a NAV-hoz, lett kaszinója Rákosfalvi úrnak, ügyvéd úrnak, és úgyhogy tender se volt. Tehát, hogy engem az, ami a jobbton történt, az nem érdekel, mert azt mondták, akik látták, hogy az gusztustalan. Engem ez a része érdekel, ami kevésbé gusztustalan, ám a polgárokat gondolom, legalább annyira érdekli ezeknek az ügyeknek a háttere és a bűnüldöző hatóságoknak a fürkészsége. Szerintem a jogton történtek, azok önmagukban nem fontosak, kontextusban illetve fontosak. Úgy is fogalmazhatnék, a jogton történt dolgok, az egyfajta ilyen sikosító anyagai a korrupciós szálnak és az egyéb, hogyha volt drogos, akkor drogos szállnak, ez csak ráirányítja figyelmet arra, hogy pontosan mire kell figyelnünk. Azt mondta az ördög ügyvédje, hogy pont ennek szánja. Na jó, de... Célba ért, jó volt a kommunikáció, célzás, azt gondolom. Azt hiszem, hogy több ellenzéki politikus, illetve közgyűlés, polgármester, illetve közgyűlés köszönheti ennek a létét, illetve, és ez igaz Budapesten is. Tehát Karácsony Gergely nyert volna, azt gondolom ennélkül is, de mondjuk a fővárosi közgyűlési többség az valószínűleg nem lett volna meg. Én viszont azt szeretném, hogyha ilyen gyanús lehallgatások, meg kukkolások nélkül is az ügyészség tudná, mi a dolga, és nem kellene ilyen felvételeket közreadni egy választási kampány finisébe ahhoz, hogy kiderüljenek a korábban is megírt dolgok, hogy kellőképpen átüssék az inger küszöböt, hogy a polgárok felháborodjanak, hogy ebben az országban büntetlenül egyeseknek szabad ilyen üzleteket kötni, még másokat viszont akár ártatlanul is koncepciós eljárásra is meghúzolni. Itt annyit, ha már szóba hoztad ezt,
meg egyébként Csukorót is említette, azt gondolom eléggé triviális és evidens, és nem árt erről megemlékezni, hogy a Császár és a Tátrai politikai koncepciós ügyben büntelenül lett elítélve, ez az egyik dolog. Nem is merem azt szóba hozni, de hát mégiscsak szóba hozom, hogy ahhoz képest, ahol nem történt bűn, amit az Audi földekkel kapcsolatban készült, az botrány. Remélem Schiffer András, mint az igazság és a vizének a micsodája meg őre. Most megteszi szintén azt a feljelentést, amit annak idején a császék ügyében megtett, ez az egyik dolog. A másik dolog, én azért azzal nem értek egyet. Igenis van jelentősége, hogy egy politikai szereplő, egy közszereplő, ráadásul bizonyos politikai értékvilág hordozója, vagy bármely politikai értékvilág hordozója, ha csak nem mondjuk a Nemzeti Prostituált Pártnak az elnöke, mit művel egyébként, és nincs ilyen értelemben magánélete. A politikusnak mind a két dolognak nagy súlya van. Ami történt, és akkor csak itt egy ilyen záró gondolat, ezt azért a Fidesz még maradék profizmusa itt azért meglátszott, fölállt a közgyűlés, előbb kivágják a borkait, akkor összeomlott volna, és nem lett volna nekik meg a politikai többségük a közgyűlésbe. A borkai még fölállítja, megalakul a közgyűlés, meg lesz a két alpolgármester, tehát a minimális üzemmód az azért meg lesz. Ha arra az esetre, ha véletlenül mondjuk ellenzéki polgármestert fognak választani, aki meg hát aztán mit fog tenni ezzel a fideszes közgyűlési többséggel, hát ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Egy gazdaságilag olyan értelemben hihetetlen mértékben beágyazott város esetében, ahol is a közgyűlés van hihetetlen mértékben beágyazodva, ezer szállal kötődve egyébként az ottani gazdaságilagokhez, nokdacu. Azért az Audi az nem akárki. Szerintem egyetértve az első gondolattal, hogy természetesen ez erkölcsileg is egy rettentő, elítélendő történet, különösen egy olyan párt esetében, pártpolitikusok az esetében, akinek az Isten haza család háromszög az a Szent Háromság, és ennek okán persze ezt a erkölcsi elvi talapzatot is rombolta ez a történet, ez is egyébként hozzáad a jelentőségéhez. És persze a Fidesz részéről ez egy relatív ügyes taktikai húzás volt, pár teszem hozzá erkölcstelen, hogy hagyták, hogy fájjon ez a testület így ebben a formában. De azért hadd hívjam fel a figyelmet a szombathelyi helyzetre, ahol egy drogos botrányban esett el a potenciális polgármester jelölt, Lazári Viktornak hívták, most idefelé megnéztem, mert úgy, mert elfejtettem a nevét. És ott azért annak az lett a következmény, hogy a következő ciklusban ellenzéki polgármester és már menet közben ellenzéki közülési többség lett, ez nem várható Győrben, de azt gondolom, hogy ez nagyon, az ott teljesen erodálta a Fideszt, és olyan belháborúkat indított el Szombathelyen, aminek a következtében lényegében nincsen A, B és C sora sem helyben a Fidesznek. Én azt gondolom, hogy ha most föláll föl fog állni valószínűleg nyilván az ellenzéki többségű közülés, időközi választáson mondjuk lesz egy ellenzéki polgármester, az irtatos romborra elővel fog bírni Győrben, és nem csak Győrben, mert ez követni fogja a teljes magyar nyilvánosság az elkövetkező 5 évben, és példaként fog rá mutogatni, mint egyébként Szombathelyet is követte. Emlékezzetek arra, amikor például a szombathelyi közgyűlésbe átvette a többséget az ellenzék, egy bizonyos, egy mélységet jobbos képviselőnek az átállásával. Abban a pillanatban érdekes és szexivé vált a történet, és a teljes magyar sajtó rajta volt, és még tovább rombolta ez a helyi Fidesznek a működési képességét. Hát, majd meglátjuk. Arról szól a történet, hogy a Fidesz most így igazából nagyon más nem tudott csinálni, de belement egy ilyen roncsmentésbe, és ebből azért a maga módján most ügyesen, hát máshogy nem is tudott volna kijönni. Tehát beáldozták a Borkait, ugye a Borkai megkapta azt, hogy neki fel kell mondania, vagy öngyilkos lett Majakovszki elvtárs, azt ismerik, tök lényegtelen egyébként a dolog. De most a Fidesz ház alatt azzal, hogy jaj, hát rólunk mindig azt mondták, hogy itt nincsen a dolgoknak következménye. Felnét, mi komolyan veszük az elveinket, nézzétek meg, hogy az ellenzéki pártoknál, mint aki belekerült valamilyen botrányba, az ugyanúgy a helyén van, nálunk ennek következményei vannak, nálunk ilyet nem lehet csinálni. Végtelenül azok, mert végtelenül gagyi, de pont annyira érthető egyébként, mint amennyire érthető volt a Borkai, ezért ütött nagyot a Borkai, mert mindenki értette, hogy miről van szó, ráerősítette azokra a sztereotípiákra, amik nem véletlenül léteznek a fejünkben arról, hogy élnek a politikusok, hogy korruptak a politikusok, mennyire szavahihetőek, mennyire az elvek emberei, éppen ezért hatásos volt, tényleg valószínűleg, én nem hiszem, hogy túl lehet értékelni a hatását. Hát ráérjött a Fideszre a Borkai, hogy... Igen, de most ebből egy ilyen egyszerű állítással kiléptek, hogy nálunk ilyet nem lehet, nem a fenét. A Borkait nem léptették vissza.
a Borkai elindulhatott a választáson, utána nem zárták ki a pártból, mert Borkai kilépett a pártból, utána még mindig nem váltott, hívták vissza, hanem ő mondott le a mandátumáról. Ez az ügy rájuk égett. A Fidesz talpon hagyta a Borkait, és a saját keresztény gondolkodású, konzervatív választóit olyan helyzetbe hozta, hogy a Borkaira szavazhattak. Én Matilda ezzel teljes mértékben egyetértek. Szerintem a Fidesz akkor, amikor Borkait nem léptette vissza a választások előtt, egy taktikai hibát követett el, ami stratégiai hibává fog fajulni, mert ez nagyon hosszú ideig kísérni fogja. Már abban kísérte, hogy legalább 10-15-20 polgármesteri és közgyűlési többséget vesztett emiatt a történet miatt. Az az egy stratégiai hiba volt. Fidesz akkor járt volna el helyesen, és akkor tudta volna eliminálni, vagy minimalizálni a Borkai veszteségeit, hogyha visszaépteti a választás előtt, hagyja elveszni Győrt, teszem oda csak a polgármesteri pozíciót, a közülés valószínűleg akkor is megvett volna, és akkor országosan nyerhet. Mi kutattuk ezt a helyzetet, a választás után 3 nappal indultunk egy kutatást, aminek az lett a következménye, hogy 250 000 embert Magyarország, tehát város, ország szinten 250 000 embert befolyásolt ez a történet. Ez úgy állt össze, hogy 150-200 000 emberrel kevesebb ment el a Fidesz oldalon szavazni, és olyan körülbelül 100 000 emberrel meg több ment el az ellenzéki oldalon szavazni. Azaz volt egy körülbelül 2-3-4-5 százalékpontnyi pozíció javulása az ellenzéknek bizonyos helyeken, nyilván helyek függvényében, hogy ez 2-3 vagy 4-5 százalékpont, és ez hozta azt a 10-20 közgyűlési többséget, illetve polgármestert, amire, bocsánat, amire a Fidesz nem számított, sőt, teszem hozzá, szerintem az ellenzék is számított. Most mi lesz Győrben? Mert ugye az számomra, anélkül, hogy nem vagyok politológus, de azért az jól látszik, hogy ezzel a hölgyel, aki DK-s színekben indult, ezzel nem, ők nem fognak ellenzékben nyerni. Ugye Jobbik már nincsen Győrben, teljesen elhiteltelenítette magát. Ők eladták magukat. Azt hiszem az MSZP-s politikus fogalmazott, Borkai lányok mellett fiúkat is vett. Igen. Találni ez egy elég jobboldali jelöltet. Jó, ha találni fognak egy olyan jobboldali jelöltet, aki akár mondjuk politikán kívülről jön például, de ez csak az én ötletem, mert én ezt csinálnám, akkor lehet kaszálni azért Győrben. Szerintem amit felvetett a Momentum, meg a DK, meg aztán ráugrott az MSZP is, hogy legyen egy előválasztás Győrben, az működhet, hogyha előáll egy olyan helyzet, hogy van 2-3 olyan jelölt, akit komolyan vehetnek az emberek. Az előválasztás Budapesten a méréseink, illetve a budapesti eredmények okán is láthatólag egy óriási siker volt. Karácsony Gergely egy teljesen esélytelen jelölt volt mondjuk egy évvel a választás előtt. 15-16 pontos lemaradásban volt Tarlóshoz képest, százalékpontos lemaradásban. Az alkalmassági mutatói alkalmassági mutatója a választás előtt egy évvel Tarlósnak 59, Karácsony Gergelynek 35 volt. Az előválasztás folytatta meg ezt mind a kettőt, közel egyenlő lett a kettő jelöltnek az alkalmassági mutatója, és hát látjuk, hogy 7% ponttal megnyertem. A közel 7% ponttal megnyert a Karácsony Gergely. Nincs a választás. Tarlós a főpolgármester. Szerintem a főpolgármester az Karácsony Gergely. A főpolgármester jelöltön körülbelül 50 000 budapesti szavazót mozgósított, de 50 000-nél több volt a különbség. De szerintem Karácsony Gergely nyert, de nincs közösi többsége. De hogy összességében szerintem ez egy jó irány. Mindenki úgy köhög, hogy borzalmas, hogy hangmérnök gyerekek megint leesnek a székről itt minden alkalommal. Szegény, állandóan értük aggódom, de megérdemlik, na mindegy. Ha már elhangzott a fővárosi közgyűlés, hát én már a múltkori fővezetőmben is mondtam, hogy brutális politikai múmiák tértek vissza Karácsony Gergellyel. Ráadásul olyan emberek, akiket 2010-ben a magyar választók nagy többsége úgy döntött, hogy soha többé nem akar a politika szinterén látni. És 2019-ben is úgy döntött. Tehát mondok itt pár nevet, ide vagyok nekem írva. Draskovics, Szabó Zoltán, Atkári főpolgármester helyettes lett, Gyénémet Erzsébet, Tüttő Kata, ő kettő talán nem annyira... Tüttő Kata nem volt aktív. Atkári nem lett főpolgármester helyettes. Pedig nekem ide az van írva. Ő az volt korábban. Atkai tanácsadója volt Demszkinek, egyébként Atkai Talosnak is tanácsadója volt körülbelül 3 évig. Igen. Atkai volt az, aki
aki 20 éven keresztül összerakta a fővárosi költségvetést, nála senki jobban nem érte, senki jobban nem látja ezt a történetet. Tehát azért van ő most is. De tanácsadó. Szerintem ő technokrata, ő technokrata, és tanácsadóanként ott. Szerintem ebben a listában ő nagyon egy kívülálló szerep, szerintem ő nem passzol ebbe a listába. Tüttő Kata nem volt aktív 10 évvel ezelőtt, aktív politikus, tehát azért őt is kivenni. Nyilván neki van egy olyan háttere, ami sokakban kérdőjeleket vesz fel, de hogy ez nagyon finom megfogalmazás. Ez olyan finom volt. Hát ugye mondjuk ki akkor, hogy mi, hát ugye Leisztinger élettársa volt, de már nem az. Az élettársa, de én azért, hogy mondjam, én nem venném el senkitől sem a lehetőséget, hogy saját jogán is bizonyítsa azt, hogy mit tud és mire képes. Főpolgármester helyettesként kezd el bizonyítani valaki egy ilyen helyzet? Igen, ő a fővárosi közgyűlés tagja 10 éve, és a 12. keleti közgyűlésben is egy ciklusban. Tehát már volt az ő ideje bizonyítani. Benne van, tehát hogy ő már azért ilyen szinten veterán politikus, de a 2015-i időkben neki nem volt választott köztatalmi pozíciója. Tehát pont erről van szó, hogy nem veterán politikus, hogy úgy visszarakták az egész bagást. Ez a Szabó Zoltán, ő az a szemüveges? Igen. Szerintem DK-s most már, igen. De azt a mondom, szocialista. Igen, legutoljára a bíróságon találkoztam vele, emlékszem. Igen. Hát ő ugye abban az időben annak a politikai osztálynak körülbelül a B és a C ligája van mozgott körülbelül. Feltételezem, hogy a DK jelölt erre a pozícióra. Én nem emlékszem óriási botrányokra az ő esetében. Nyilván Daskovics Tibor ennek a történetnek a legkényesebb szereplője. Ott ugye ő volt miniszterelnök, kabinetfőnök, pénzügyminiszter, nagyon sok sztorit látott közelről, nagyon sok sztoriban benne volt. Teszem hozzá, ő egy igazgatósági tanács vagy felügyelőbizottsági pozíciót kap, hogyha jól tudom. Tehát nem döntési pozícióban nem kerül, csak felügyeleti pozícióban. Ami önmagában persze nyilván nem egy egyszerű pozíció, de hogy mondom, közhatalmi döntések nem fognak az ő nevéhez fűződni. A baloldali liberális ellenzéknek az új, megfrissült csapata? Hát úgy látszik, hogy ez, tehát azok, akik már 10 éve bizonyítanak. De azért ki van mazsolázva. Elhülyéskedjünk, mert tényleg látjuk, hogy a pártok szépen elosztották egymás között. Itt egy politikai alkú folyt, igazából nem is rejtik végig. Baranyi Krisztinát értelünk kifelé. Baranyi Krisztinát, a Pál Tibor, igen, ezért kiszorítja a könyvőből. Tehát itt tényleg, ne csináljuk úgy, mintha nem az lenne, ami ne csináljuk úgy, mintha szakértelen. Azért ki lett mazsolázva, azért van mellette kétszer ennyi olyan. De itt egy rakás korrupt gazember, meg mindenféle elaggott SZDSZ-es, MSZP-s, régi mutyista és mafiózó Horváth Csaba körül is ott az egész bagás. Hát ne csináljuk már úgy, mintha nem adókapok lett volna, meg az, hogy jaj, ne haragudj, téged nem választott meg a kutya se, hát akkor kompenzálunk egy helyjel, már az EP-nél is láttuk ezt. Hát konyörgyem, tényleg, én igazán nem számítottam semmi jóra, meg aztán ezt az egész ellenzéket én kizárólag idézőjelben vagyok hajlandó leírni és kimondani, de azért erre én se gondoltam. De én reménykedtem abban, hogy azért a baloldal egy ilyen helyzetben, amikor föl kell készülni 2022-re, én azt hittem, hogy majd itt ilyen Donát Annák, Cseh Katinkák, a Momentumos. Jó, de hát a Momentumból azért vannak még ott szakemberek a fiatalok között, tehát hogy én azt hittem, hogy feláll egy olyan csapat, aki fölkészül a kormányzásra. És itt a politikába kipróbálhatják magukat, tehát hogy itt a Karácsony Gergelyék és a DK és a nagyon rutinos Gyurcsány Ferencék, azt hittem ezek a Draskovicsék, meg ezek, hogy összeraknak egy olyan fiatal csapatot, akiket felkészítenek a kormányzásra, akikről elhiheti még a jobboldali, Fideszbe csalódott választóközönség is, hogy alternatívát jelentenek az Orbán kormánnyal szemben. De hát bocsánat, ez a csapat nem jelent alternatívát, ez egy vicc. Állj meg egy szóra, ők ki vannak mazsolázva, és van kétszer-háromszor ennyi ember, akit nem soroltál fel, azért nem soroltad fel őket, mert ők új emberek. Ők pontosan azok az emberek, akiket te hiányolsz, és kétszer-háromszor annyian vannak, mint akiket jelen pillanatban ismerünk. Tehát szerintem az, amit te most kértél, és az, ami egyébként egy teljesen jó elvárás, hogy történjen egy ilyen tartalmi és személyi megújulás ezen a politikai térfélen, szerintem ez zajlik. Csak könnyebb Draskovicsot felemlegetni, mint azt a nem tudom, 15 ismeretlen, egyébként valószínűleg egy nagyobb részt. Mire emlegetni? De nem kell oda rakni, és akkor nem emlegetünk. Ebben a Pikónak volt teljesen igaz, aki azt mondta, hogy az ATM automatát nem kell megtapsolni azért, ami pénzt. Tehát vannak új politikusok, tényleg, oké, ez természetes, de ezek azért egy kicsit olyanok, mint egy kísértet. Na jó, de az egy kicsit igazságtalanak érzem azt, hogy mondjuk van négyegységnyi új generációs politikus, és mondjuk egyegységnyi
a visszatérő politikus, akkor azon rúgózunk, hogy az egységnyi az négyességgel szemben. Egy nagy pohár finom borba beleköpnek, akkor azt már az ember nem iszta. De most komolyan... Ne nyomjátok el a csintalos, hogy megölni. Sanyitsek, az élet sem segíteni. Szólt a Sanyinak. Kicsinálják a Botkát a miniszterelnök jelöltségből. Botka saját magát csináltak. Jó, de azért az a Botka, az egy fiatal karakán, most már inkább mondanám középkorúnak, Szegeden bizonyított, elhittem neki, hogy baloldali programot ő végrehajt, őt leszedik az élvonalból. Nem, saját magát szedte le. Rá ez a kabát nagy hát segített. De most komolyan, hogy jönnek ide, Attil? Hát azért, mert a karácsony ez a Botka. Ide? Hát úgy, hogy a karácsony hogy ez a Botka. Ide? Most az a tárgy, hogy mi van azokkal a bizottságokkal és felügyeleti szervekkel, amelyeket a tulajdonos kijelöl a különböző cégek élére. De Botka most lépett ki az MSZP-ből, hát hogy? Hogy jön ide? Hát így. Hát hogy jön ide? Hát így. Ehhez a kérdés, igen, Botka kilépett az MSZP-ből, és most a fővárosi csatornázási műveknek nincs felügyelő bizottsági elnöke, mert a Botka kilépett az MSZP-ből. Na, nem. Tehát, hogy maradjunk már. A Karácsony Gergely úgy kerülhetett be ebbe a pozícióba, hogy a Botkát azt kicsinálták, ő lett a miniszterelnök jelölt, és utána nem bírta találni maguk között egy Botka, másik főpolgármester. Nem, most föltett a Pörzset kérdést. Igen. És hogy ezzel erről beszélünk egy kicsit? De mondja, Csanyi. Tehát, nem kétszer-háromszor, hanem ugye 50 helyről van szó különben, tehát 10-szer annyi. 10-szer annyi, egyébként új ez ember, az nem mellékes, ez a 10-szer. Igazad van, igazad. Nem. Tehát csak egyetértőleg vele, ez az egyik dolog. Rögtön ehhez azért hozzá szeretném kapcsolni, hogy a dolog természetéből adódik, hogy két kérdést tesznek föl a népek, ugye a hogyan, ugye mi a Konotnak a mániája, mert ez a, ugyanaz a brigád, és a pártok felosztották, meg ide. A másik pedig azért annyi eszük kéne, hogy legyen, hogy bizonyos figurákat, konkrétan bizonyos embereket nem. Mondjuk azt nem tudni előzetesen, hogy ebben az értelemben a Draskovics egy szimbolikus figura, hát még ha egyébként volna, memóriájuk, és mondjuk visszanyúlna 90-es évek elejéig a Draskovics személye, akkor meg pláne nem csinálnák azt, hogy a Draskovicsot hozzák elő, ennyire nem lenne kár. De annyira hiányzik nekünk. Mi volt, Sanyi, amire gondolsz? Hát egyrészt én azért szerintem az olajstörténet. Konkrétan mondom, a halasztott vámengedély intézményéhez azért némi kötött. Kunyolc botrány. Ez az egyik dolog. A másik dolog, tényleg minden volt már, csak nem ugye volt igazságügyminiszter, volt pénzügyminiszter. Hát túl sok jó nem fűződik ehhez a korszakhoz. Azt szokták mondani, Micsoda? Miniszternek itt nem volt, titkosszolgálati miniszter nem volt. Rendészeti miniszter volt. Igazsági és rendészeti volt. Igen. Azt akartam kinyögni, hogy azért ezek a bizottságok, ezek egyébként nem bürokratikus bizottságok, jellemzően ott elnök lesz a BKK-nál, azért el se át tudni, hogy miről van szó, stratégiai döntéseket hoznak. Na most... De hogy a közlekedés az is ér, hát tudjuk. Jó, hát nekik beszélek igazából, csak azért koncentrálok arra is, hogy esetleg végigmondhassak egy mondatot. Jelzem különben, hogy a közönség számára elviselhetetlen, ha három ember beszél egyszerre. Mert nem ér belőle semmit. Kettő még csak-csak. De a közönség azt szerinti, hogy a Sanyi beszél egyet. Igen. Na jó, menj a picsát, tényleg elmegyek a faszomba, öreket. Hát meg se szólaltam, hogy jó szerivel. De hát most beszélsz. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy mi köze van csatornázás, vagy mi az Isten a csatornázáshoz a Szabónak, vagy Gályé Zoltán nyilvánvalóan nyugdíjas állásként kapja a városi üzemeltetést. Tehát azért ezeket nyilvánvaló és a nyilvánosság teljesen természetes módon fölkapja és megpróbálja értelmezni és előveszi. És így teremt egy ilyen kontextus. Most egy ilyen közegben ezt nem tudni, bármennyire is nehéz, hiszen nemhogy néhány tucat, sok ezer, sok száz, ismeretlen, tehetséges ember került nyilvánvalóan elő. Ennek az egész önkormányzati koalíciónak részben az egyik nagy értelme, csomó új ember kapott, és számára nyílt tér a politizálásra. De ezt azért mégiscsak föl kellett volna fogni. Az, hogy három hete minden ilyen kényes kérdésben utólag magyarázkodnak. Hát a média tanácsadónak, vagy a politikai tanácsadónak nem csak az a szerepe, hogy egyébként elmondja, hogy azért a Drazsét hozzuk már vissza, hanem mondjuk az a szerepe is megvan, hogy ezzel a dologgal ki kell állni, és hogy kell kiállni. Szerintem, amikor ezt az emberek összerakták, akkor ebbe tükröződik valamiféle felelősség is. És megértem, hogy sokaknak rendelései vannak a Drazséval szemben, és ezek bizonyára valószínűleg részben legalábbis jogosak. De azt fontos észrevenni, hogy az elmúlt 10 évben ez a kompánia
jó részt ellenzékben volt, és nem volt semmilyen érdemi pozíciója. Nagyon kevés olyan tapasztalt ember van, aki már látott több ezres, több százas rendszereket működni, sőt, tovább megyek, működtette is őket. Szerintem ilyen embereket, tehát ez egy tudás, vagy egy szakértelem, bármennyire is hinnetjük, és bármennyire is elérzéseink vannak ezzel szemben. Szerintem egy BKK-t, ahol 1200 ember dolgozik, nem tudom mennyi fog egy év múlva, de most 1200 ember dolgozik, és felügyeli a 10000-es BKV-t, ami egyébként a teljes országot, vagy bocsánat, a teljes várost mozgásban tartja, oda olyan ember kell, aki már látott ilyen rendszereket működtetni, és nem lehet oda felelőtlenség oda tenni egy nyeretlen két évest, bármennyire is nagyon szép CV-je van eddig, mert eddig sehol sem szerepelt. Összességében, és szakembert is lehetett volna, de nem politikust. Vitézi Dávid például akárha lehetne is, nem? És már ne arra, hogy a stratégiai szinten az elnöknek döntően abban lett beleszólása is, hogyha valaki áthallani vél bármit is, amit mondok, hogy kitől vesznek busz és mennyit. Úgyhogy a Drazsét én nem... Hát jó, ott basszák meg. Ráadásul tovább megyek, ugye ebben abban a konstellációban ő egy szereplő lesz. És ott van még mellette kb. 6 vagy 5 vagy 6, most nem emlékszem pontosan. Azaz őt is felügyelni fogja három momentumos cuki fiú és cuki lány. És hogyha nekik valami problémát, hiszen ők lesznek az első, akik el fognak szaladni, akár nyíltan, akár titokban a Magyar Hanghoz, vagy bárhova, hogy elmondják, hogy a Drazsé bizony itt vagy ott ezt vagy azt csinálta. Tehát ő szerintem pontosan tudja, hogy őt legalább négy helyről fogják most nézni, és neki nagyon korrektül kell eljárni. Különösen, hogy egyébként Karácsony volt az, aki elfogadta a Transparency International Magyarország által összerakott átláthatósági nyilatkozatot, polgármesterként először Zuglóban, főpolgármesterként először a főpolgármesterként, és azért ehhez a teljes a közpénzekért aggódó civil és laikus, tehát a tévénéző közönség, az egy komoly lelkesedés vár attól, hogy az érdemi eredményeket fog elérni. Én most már csak ezt említem, meg vagyok egy nagy Momentum rajongó, de mi az, hogy cuki fiú és cuki lány? Úgy érted, hogy fiatalok, vagy nincs még meg az a megfelelő mutyi tapasztalatuk, mint Draskovicsnak? Nem felelőtlen a mutyi tapasztalatuk. Hát az, hogy ők ilyen rendszereket közelről működni nem nagyon láttam. Lehet, hogy jobb is. Hát igen. Ezt én nem tudom, lehet, hogy jobb, így van. Ezt a garnitúrát 2010-ben... Ártatlanok, akkor nem az a pontosabb. Ezt a garnitúrát, és van köztük egy-két olyan figura, hát, nincs, semmi akik megjelenítették azt a garnitúrát, akik 2010-ben kétharmaddal küldtek el a szavazók. Utána 2014-ben megint kétharmaddal tartották ott, ahol voltak, meg 2018-ban is kétharmaddal tartották ott, ahol voltak, és most tényleg őket kell előhozni? Az igazság, hogy én röhögtem a Mandiner címlapján, hogy visszajöttek. De hát könyörgöm, én úgy utálom Mandinert, mint a szart, egy mocskos, undorító, gusztustalan, ilyen tényleg egy ilyen revolver média. De basszus, az a címlap, az igazat mondott. Hát tényleg azt érzi az ember, azt látja az ember, igen. Azok jöttek vissza, akik ezt csinálták. Miről volt végig szó? Jaj, csak ezek vissza ne jöjjenek. Az ellenzék is ezt kommunikál. Egyébként eddig nem arról van szó, hogy ugyanazt akarjuk folytatni. Kérem szépen, itt most nagyjából ugyanúgy néz ki, mondom, a szocialista szerelem vasútja helyett most a Maszok-Mutyi vasútját. Ez nem igaz, hogy nagyjából ugyanúgy néz ki. Konkrétan eljutottunk oda, hogy 50 FB és IT-tag közül egy ember az, aki nekünk nem tetszik. Egy ember nagyon nem tetszik, és kettő-három kicsit nem tetszik. Hát azért Jénémet Erzsébet, Tüttő Kata, ugye, vannak itt Miközben a választott politikusi döntéshozói szinten legalább szintén 90%-os sorcsere volt, a nem döntéshozó szinten szintén 90%-os sorcsere volt, és akkor tényleg, amikor mondjuk 10%-i alsó hangot hiszen, de lehet, hogy csak 3%-i olyan ember van, aki nektek meg sokaknak adott esetben nem tetszik, azért nem mondjuk már azt, hogy azok jönnek vissza. Ez tényszerűen nem igaz. Ez tényszerűen nem igaz. Erről beszélünk, ez részben esztétikai probléma. Olyan emberek, akik már bizonyították, hogy mit csinálnak, hogyha csinálhatják azt, amit csinálnak. De nem értesz azzal egyet, amit a Sanyi mondott, hogy egyszerűen ezt érezni kellett volna, hogy nem, akármennyire is nincsenek szakemberek, de egyébként mondjuk Draskovics mitől szakember? Attól, hogy ő már volt egyszer a tűz közelében, vagy minden tűznél. Tehát, hogy ezt érezni kellett volna tényleg, hogy ilyen embereket nem lehet visszahozni. Ennyit kell tudni a politikának. Csak egy ember van, aki igazán nem tetszik nekünk. A politikának a 200-ból, bocsánat. A politikának nem csak abban van szimbolikus értéke, nagyon fontos, hogy kirakták az uniós zászlót.
Igenis, az, hogy egy olyan helyzet előáll, ahol ki lehet tenni egy ilyen fotót, egyébként a Mandinen nem Revolver újság, de mindegy, akkor olvasad. Jó, mindegy, de zárójelben csak magam miatt muszáj volt elmondanom. Ez az egyik dolog. Van vele elég, van elég sok bajom vele, de ez most nem tárgyalnak a beszélgetésnek. Akkor mi mondtad? Hogy megjegyezzem azzal szemben, mert te is csak megjegyezted. Én is megjegyzem, és elhatárolódtam tőled. Ez az egyik. Jó, igen. A másik dolog pedig az, hogy hát nem is fogom hagyni elterelni magam attól, amiért most ide jutunk és amiről beszélünk. Tehát a másik dolog az, hogy tehát nem csak ebben az értelemben szimbolikus. Tessék, a helyzet maga is illusztrálja. Nem csak a névtelenek nevében, akiket nem ismerünk, és akiket ideidéztünk az Andrással, tehát annak az 50 embernek a nevében kérem ki magamnak, de adott esetben, bárhogy a Drazsé jelölését például, de ott van még egy-két szimbolikus név. De mondjuk az Atkáriét is, aki egy kitűnő szakember. Attól még, hogy egyébként 20 évig, talán lehet, hogy a városnak az volt a szerencséje, ugye, amikor nincsen olyan rettentő nagy balhé, akkor az, aki mondjuk például a rettentő nagy balhét megakadályozta, mondjuk, hogy pénzügyileg a helyzet azért még konszolidált legyen, az Atkári igen, nagyon örülök. Főleg egy olyan helyzetben, pontosabban dogdacu, hogy egy kicsit tágítsuk a problémát. Én még annak, attól sem estem volna kétségbe, ha az Atkári ennél jóval fontosabb szerepet kap, mert ugye itt a nagy löttyös indulatokon kívül azért az is egy érdekes dolog, hogy igazából nem látom a pénzügyi főnököt egyébként a főpolgármester helyettesek körében. Mert ugye van a tüttőkata, mint városüzemeltetés, de azért a pénzügyi része, a költségvetés és sok minden más... Az a kis Ambrus lesz. Az a kis Ambrus lesz, úgy tudom. Nem, ilyen pénzügyi főnök, valami általános főpolgármester. Általános főpolgármester, a költségvetésért felelős általános főpolgármester. Te vagy az első, én végigolvastam sok mindent, még tőled most elhiszem neked. Bár nem tudom, hogy a kis Ambrusnak bármilyen közel lenne, bár mondjuk az Atkári is bölcsész volt. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit akarok, és kitűnő főpolgármester helyettes lett. Na de azért egy nagyon nagy város, 2 milliós város, egy pénzügyi főnököt szeretnék tudni valójában megnevezve. És nem csak tőled. A másik, amit szerettem volna hozzátenni, az a helyzet, hogy igen, az emberek néha visszaszavaznak olyanokat is, akiket te adott esetben nem szeretünk, és ebben az értelemben azért se tüttőkata, se izé, nem egy reprezentatív minta. Hát a 22 kerületben, 22 testület, nagyon-nagyon sok új ember jött, és ezek meg fogják kapni az esélyt. Ezek, sőt, mondok én még valamit. De szavaztunk róluk is, mert az te nem szavaztál. Nagyon durván leszerepelt a 17. kerületben, tudtam a tüttőkat. De ez nem, ez pontatlan. Azok szavazták meg, akik most osztogatják a helyeket. Egyrészt van a választási rendszerben a lista intézménye. Listáról is be lehet jutni a parlament, a parlamentbe is, illetve a közgyűlésbe is. Ez az egy. A kettő. Budapesten 289 közgyűlési hely van, abból az ellenzék 217-et nyert meg. Ami azt jelenti, hogy van egy stabil kétharmados többsége közgyűlési szinten az ellenzéknek. Magyarul szavaztunk Gyéni Németh Erzsébetről is, és Tüttő Katán is ezeken a szereplőkön keresztül. A listán túlmenőleg. De itt ki jutott be listáról, és kit neveztek ki? Ők nem jutottak be listáról, de ez pont az a logika. Gyéni Németh is, meg Tüttő is. A Tüttő nincs listán. Oké, mindegy, ezt elhiszem, de ez pont az a logika, amit mondasz. Tehát, hogy megszavaztuk őket, tehát megszavaztuk ezeket a személyeket is valamilyen áttételesen, ez pont az, amit a NER mond. Kérem szépen, nekünk kétharmadunk van, minket megszavazták, a Borkait is megszavazták, mindenki lekenyelni. Miért kéne lenyelni? Az a helyzet, hogy a választók, amikor elmentek vasárnap szavazni, annak tudatában mentek el szavazni, hogy ezek a személyek egyébként reprezentatív személyiségei annak a koalíciónak, amelyikre ők szavaztak, még ha pártonként külön-külön is, ez tetszik neked, vagy nem tetszik. És ez nem csak beszavazás kérdése, hanem ezeknek az embereknek és ennek a többségnek ebben az értelemben felhatalmazást adtak. És eznek semmi köze a NER-hez. Tehát olyan mondod, hogy a 17. kerületen kívül mondjuk egy budapesti szavazót megkérdeznek, és azt mondják, hogy ne haragudjon ön, ugye az ellenzékre szavaz, igen, Gyéni Németh Erzsébetre szavaz, és Draskó Cira is. Azt se tudná ki, a francok ezek. Hát először csak valami halvány emlék. Az a helyzet, hogy ezen az alapon azt kell, hogy mondjuk ki kell, hogy ábrándítsalak.
mert valószínűleg a 21. kerületben, a 13. kerületben, a 9. és a 7. is vannak olyanok, akik tudják, hogy ki a Németh Erzsébet. Én most nem minősítem az ő városvezetői képességeit. Ezekre az emberekre szavaztak. Okay. És kaptak egy... Hát a 11. kerületben is szavaztak. Én még két dolgot tegyek hozzá. Az, hogy szerintem ezekre az emberekre szavaztak, mert a listás intézmény az nagyjából ezt jelenti, az mindenki tudja, aki elment választani, vagy majdnem tudja, aki elment választani. Tovább megyek, a közgyűlésekben a Draskovicsot is, meg a Tüttőkatát is megszavazta mindenki. A fővárosi közgyűlésben magyarul, nekik nagy-nagy legitimációjuk van, hiszen az emberek, akik felhatalmazták őket arra, hogy szavazzanak, ők róluk szavaztak. Tehát ne, hogyha úgy tetszik, nekik kétszeres legitimációjuk van, bármennyi is ezen nem tesz egyet. A Momentum is megszavazta, a DK is megszavazta, a Jobbik is megszavazta, aki ott volt, mindenki megszavazta. Ez így igaz? Azaz nekik megvan. De, mert a választók bízták meg őket, hogy szavazzanak meg őket. És van még egy dolog, az az, hogy most állt fel a közülés kedden. Semmi, hoztak három szimbolikus és három érdemi döntést, azt gondolom, hogy fognak 3000-et. Szerintem adjuk meg, mondjuk legalább egy évet, legalább egy fél évet adjunk nekik. Legyen ez a végszó most, jó, ezügyben, dolgot, akkor nem ez a végszó. Szeretnék ingyen adni egy jó tanácsot a igen, tisztelt fővárosi közgyűlési többségnek. Először is azért ezekhez az információkat, az a probléma, ahogy hozzájutott a nyilvánosság. Mert én azt gondolom, hogy az ilyen ügyeket, mondjuk például, hogy így állunk a bizottságokkal, vagy leülünk egyeztetni a bizottsági összetételről az ellenzékkel. Ezt a, hogy mondjam neked, a, nem az információk után lihegő, és most nem a sajtót bántom, de a sajtó végzi a munkáját, lihegő sajtónak kell megszerezni, hanem erről tájékoztatni kell az embereket. Oda kell eléjük állni és elmondani. Nem, tehát még egyszer mondom, nem csak hadoválni kell a demokráciáról, hanem azoknak az intézményeknek a működését bemutatni és előadni. Ezt csak úgy ingyen mondom. Én egy gondolatot szeretnék még ehhez hozzátenni. A Heller Ágnes és nagyon sok baloldali liberális értelmiség részéről is majdnem, hogy könyörögve kérték, hogy legyen technikai összefogása az országgyűlési képviselőválasztás előtt. Nem lehetett összefogás, mert akkor a Jobbik volt a legerősebb ellenzéki párt, és nyilvánvalóan egy ilyen összefogásnál a Jobbik meghatározó erő lett volna. Most, hogy az EP választásnál kijött eredményként a Dobrev Klára népszerűsége okán, hogy a DK és a Momentum a legerősebb ellenzéki párt, és a fővárosok pedig, hát amúgy is tudjuk, hogy a Jobbik kevésbé. Tehát azt a következtetést is levonhatják a választópolgárok, hogy így néz ki az ellenzéki összefogás, ha azt a DK uralja és diktálja. Tehát akárhogy is, mert ezekből a figurákból és ezekből a DK-s nyomulásokból ez következik. Tehát és addig a DK azért akadályozta az Orbán kormány megbuktatását, mert a Jobbikot erősnek találta. Nem ő osztotta a lapokat. Tehát ebből ez következik, hogy ha a DK oszthatja a lapokat, akkor a levitézlet baloldali figurák bizony vissza fognak jönni. És amikor mindig azt mondom, témát tudjátok, mert én minden adásban itt ültök, hogy nem véletlenül hagyta ott érintetlenül 10 éven keresztül Gyurcsány Ferencet a Fidesz, mert úgy látszik rajta, hogy olyan, mint egy hajóágyú, tehát őt nem kell letartóztatni és betenni a dutyiba, 2010-et írunk, mert ha ott hagyjuk, akkor annyi kárt fog csinálni, jó esetben vagy rossz esetben. Egyébként meg az is lehet, hogy egyezteknek vele. Mert ugye mindig valahogy úgy alakul a politika, ami a Fidesznek jó. Ez egy font kivéve mostani önkormányzati választásokon, azért azt vegyük észre, hogy most. De már az adott elveszett helyzetben érdekes, hogy most hívta Gyurcsány azokat az embereket, meg maga Gyurcsány az ember, aki ellen Fidesz szavazó azonnal kapát kaszát ragad, és szalad választani a Fidesz. Tök oké. Fidesz szavazóval most mit csinálja? Viszont hát gyerekek, ez lényeges. Az fontos látni, hogy Gyurcsány nincsen jelen pillanatban közhatalmi pozícióban, és nagyon hosszú ideig nem is lesz, tehát nem lesz olyan választásról köszönő pozícióra kerülhet. Nagyjából értétek, amit a Matrix mondott, egy kicsi kiegészítés. A Jobbik saját maga nem vett részt ebben az együttműködésben. Azért szerintem nagyon fontos, nem kinyomták ebből, hanem ő maga nem akart ebben részt venni. Voltak olyan kerületek, ahol részt vett. Néhány helyen részt vett, de rendszer szinten nem vett részt. Ez szerintem a Jobbiknak a
lényegében a halálát okozta. Tehát a Jobbik azért jutott az EP választáson olyan szintre, ahogy jutott, mert hogy a választók ezt nem tudtak neki megbocsátani. Ez az egyik oka volt ennek. Egyébként az LMP-nél is pontosan ugyanez a probléma van. És lehet, hogy a DK meg a nem tudom ki fúj a passzát szeret, de még egy fontos adatot azért hadd hozzak ide, hogy az előbb mondtam, hogy 217 ellenzéki képviselő van a fővárosban, abból 67 az MSZP párbeszéd listáján, vagy egyéni képviselőként került be, azaz ők vannak a legtöbben, a második egyébként a DK 50 valamennyivel, a harmadik pedig a Momentum szintén valami 40-50 valamennyivel, többi az független vagy egyéb. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a fővárosi közgyűlésben is az MSZP-nek van ilyen pontban a legnagyobb frakciója. Úgyhogy még csak abban sem vagyok teljesen biztos, hogy a DK fújja ezt a bizonyos passzátszeret. Annak ellenére, hogy egyébként mondjuk az EP választáson ezen pártok közül, ugye Jobbik lett az utolsó, de mondjuk nem sokkal előzte mögött az MSZP. Azaz látszik, hogy az MSZP-nek még mindig van egy olyan házati ereje, ami egy ilyen helyzetben, úgyis, mint amikor jön egy váratlanul nagy győzelem, akkor az bizony az MSZP-t az helyzetbe hozza, MSZP most már helyzetbe hozza, és kicsikét mondjam, csökkenti a súlyát a DK passzát szélfújásának, illetve a Momentum, a friss és jobb rendben rendelkező Momentum előretörésére. Hát most az zuglóban látjuk, hogy milyen hálózati ereje van az MSZP-nek. Igen, ezt akarom mondani, ugye a Borkai ügyön kívül, ha nem lett volna Borkai ügy, akkor azt hiszem a legjobban, hát nyilván a vidéki nézőinket nem, de a budapesti nézőinket leginkább a budapesti kerületekben zajló parkolási anomáliák érdekelték a választás előtt, meg választás után is. Erre most ugye Horváth Csaba lett Karácsony Gergő helyett a polgármester, és mi történt? Azzal a parkolási céggel kötött egyességet, vagy szerződést? Nem azzal. Hát ma olvastam, hogy... Egy olyan parkolási céggel, aki ugyanannak az embernek szintén a... Ugyanoda van bejegyezve, és résztulajdonos ez a Kuper András nevű ember. 25%-ban tulajdonosa, és 75%-ban egy francia multicég a tulajdonosa annak a cégnek, aki egyébként ezeket a parkoló... Aki egyébként el volt ítélve jogerősen parkolási ügyek visszaérése gyanánt. Hát ez akkor is. Zuglóban... Veszteségesen működik a parkolási rendszer. Nem. Fizet. 24.2 februári cikk. Februárban igen, de azóta igen. Már teljesen átalakult a parkolási rendszer. Azóta az uglós felhatás köbben vette a parkolást, és havi több milliós nyereséggel működik az uglói parkolási rendszer. Ez egy közbeszerzés volt, ahol nyílt közbeszerzés volt, ahol mindenki elindult, aki ezen a téren számít és mozog. És ez a cég nyerte meg. Csak a közbeszerzési döntőbizottsági határozattal lehet ezzel a céggel nem megnyeretni ezt a közbeszerzést, vagy pedig a kiírónak közbeszerzési bírságot és büntetést kell fizetnie, hogyha nem ez a cég nyeri meg. Egyrésztről, másrésztről pedig... De rosszul emlékszem, hogy valakit kizártak egy másik céget, ami jobb ajánlatot adott. Nem tett senki se jobb ajánlatot. Voltak cégek, akik kizártak, de egyik se tett jobb ajánlatot ennél. És van még egy dolog, hogy ezt a kérdést, bármennyire is így mondja a 444, nem Horváth Csaba dönti el, hanem Zugló közgyűlése dönti el. A Zugló közgyűlésében ott vannak az összes pártnak, MSZP, DK, Jobbik, LMP, Momentum, illetve van egy független is, aki még valószínűleg életében nem szólt meg semmit, de hogy biztos, hogy ezt se fogja, de hogy ezt nem Horváth Csaba dönti el. Tehát itt sajnos ezekben a cikkekben nagyon sok csúsztatás volt. Látszik az, hogy vannak olyan újságírók, akik valamiért nem szeretik Horváth Csabát. Ez szerintem legitim, de mondjuk féligazságokra alapozni ilyen cikkeket, meg a történet bizonyos elemeit elhallgatni, azt szerintem nem egy korrekt újságírás. Könyörgöm, nehogy már ezzel jön, mert Horváth Csaba is egyébként ezzel jön, hogy ő akarja sajtóetikára tanítani az újságírókat. Azért speciál a 444-ben, miért kellett volna megkérdezni, tényeket közöltek, könyörgöm, de minden szárján nem lehet Horváth Csabát megkérdezni, ki a francot érdekel, Horváth Csaba elmondta a sok ilyen véleményét, ami egyébként nem vélemény, hanem szerecsen mosdatás, mert két dolgot mondott. Elmondhatom én is, mert a szép hosszan beszéltél. Horváth Csaba nagyjából elmondta azt, hogy a rohadt sajtó tehet róla, nem csak most, az előző problémánál is, amikor kiderült, hogy mindent egyébként az összes tulajdonnal kapcsolatos dolgot egy személyi döntésbe akart venni. Bocsánat, ez nem igaz. Mondom, Horváth Csaba két érve van, az egyik az, hogy a
sajtó Ferdit, amit most itt te is elmondtál, a sajtó az nem jár utána, őt nem kérdezték meg. Miért kellett volna speciál, mondom, a sajtónak megkérdezni? Nem feltétlenül. Horváth Csaba sajtó etikára tanít, ő politikus etikát gondolom a habonyműveknél tanult, mert a habonyműveknél szokás ezt a szöveget lenyomni. Utána pedig össze-vissza hablatyol. Össze-vissza hablatyol arról, hogy mi volt nyereséges, mi nem volt nyereséges, mit lehet, mit nem lehet, a zuglóiak érdeke, a nem is tudom, a közvélekedése, aláásása, meg hasonlók. Egyrészt egy ilyen rákosista sajtószöveget nyom le, másrészt pedig maszatol. Már szerencsétlen DK pedig, hát a DK-ról jót elmondani nagyon nehéz, az is látta, hogy ez gáz, hogy ma már a DK-s képviselők is kihátráltak-e mögül, mert ugye Horváth Csaba azt mondta, hogy hát ez gazdaságilag, bár ugye, erkölcsileg aggályos, de gazdaságilag megfelelő. Hát könyörgöm, erkölcsileg rettenetesen aggályos dolog azért ez. Erkölcsileg annyira baromira aggályos, hogy tényleg itt már megint ez az ellásos történet van az egészben, hogy ebből az elképesztő szövevényes parkolási mutyiból nem lehet kijönni. Tegyük fel, hogy annak van igaza. Hadd tegyek hozzá még ehhez két elemet. A Horváth Csaba volt az, aki az elsők között kezdeményezte azt, hogy legyen kerületiből a fővárosi szintre emelve ez a történet, illetve ezek az egyetlen olyan parkoló automaták egész Budapesten, amit direktbe be lehet kötni a NAV-hoz, azaz a működésüket milliméterre pontosan ellenőrzi lehet, ezáltal a visszaélés, és nem csak a NAV-hoz, hanem bárhova, aki erre igényt, akár a Transparency International Magyarországon is be lehet őket kötni, hogyha jogi lehetőségek erre adottak. És az összes visszaélés ezáltal meg lehet akadni, mindent lehet ellenőrizni. Csak a bankkártyákat nem lehet beléjük kötni. De minden autósnak van okostelefonja. Okostelefonon meg lehet parkolójegyet vásárolni. 20 forintosan nincs minden autósnak? Igen, de... Nincs 20 forintos okostelefon, mi ez a 21. század? Ezek kerülnek sok pénzbe, ezeknek a parkoló automatáknak a megvásárlása, fentartása. És ki tartja fent? Hogyha de hát ezekre szükség van. Ha okostelóval lehet parkolni, és minden autótulajdonosnak van okostelefonja. De a külföldiek nem tudják például, hogyha külföldi jön parkolni. Külföldön már nincs bedobós szerintem. Nem, hogyha Magyarországon jön egy külföldi ember parkolni, akkor nem tud. Én például parkoltam úgy Szerbiában, ahol csak mobiltelefonnal lehetett parkolni, és SMS-t kellett küldeni egy szerbiai rövid számra, amit magyar telefonrámon nem lehet. Már lehet, csak megfelelő előjelzés. De itt hol lehet? Ne Szerbiát vegyük, itt hol lehet? Külföld is tud simán tele. Oda van írva, hogy lehet. Applikáció, ott van, le lehet tölteni, azért ennyire... Táblákat ki kell rakni, tájékoztató. De várjunk, ha most olcsó egy tájékoztató tábla, és még nagyon karbantartani se kell. Néha le kell törölni. Még jobb. Nem lehet ebből a sztoriból, szerintem mindannyian belátjátok, hogy a készpénzes fizetést ebből a sztoriból még jó pár évig egyszerűen nem lehet kiadni. Ez olyan, mint hogy mindenkinek van okostelefonja, de hang, és elkevésbé használja hangkívásra sokan, de mégis hangkívást nem lehet kiadni egy telefonból. Ha annak olyan van igaza, aki azt mondja, hogy nem csak erkölcsileg aggályos ez az egész, hanem egyébként is. Ugye nem igaz az, amit mond Horváth Csaba, hogy az uglóiak így jártak a legjobban, mert konkrétan ezt mondta. Akkor mi lehet a háttérben? Péter, tényleg, te mire gondolsz? Mi van akkor a háttérben? Tehát hogy az Istenben van az, hogy rendszereken átívelően ugyanaz az ember még mindig, ha ez igaz, ugyanaz az ember... Egy ember, ez egy hálózat. Egy hálózat, oké. Okay. Bűnszövetség, maffia, igen. Politikai, gazdasági összefonódás, olyan szép szavakat tudunk rá. Ez nem egy ember, ez egy rendszer. Nagyban is, közepesben is. És kezében van a jobbikos, a momentumos, a mindenki. Hát ezek is egy összeesküvés elmélet. De azt magyarázza meg nekem valaki, hogy egy önkormányzat, ahol ilyen drazsék tudnak hatalmas tízezres cégeket irányítani. Hogy a büdös francban nem lehet megszervezni egy egységes parkolási rendszert, egy önkormányzati tulajdonú céggel, ahol nem Kuper Andrástól kell megvenni, és nem neki kell üzemeltetni a parkolóautomatát, hanem az önkormányzati cég üzemelteti, önkormányzati alkalmazott cég alkalmazott. Ez van Zuglóban, és Karácsony Gergely váltási ígérete szerint ez lesz fővárosban is, őszfővárosi szinten. Hát ott van benne. Ez van Zuglóban, amit te most számunk kész, ez van. Van. Jó, azt hittem nem akarod, Csanyi. Ne, azt hittem nem akarod. Szerintem az egyik dolog, ami ebben fontos, hogy ha már ez egy ilyen hínár, akkor én biztos, hogy nem vittem volna döntésre ezt a dolgot. Ki kellett volna találni, hát hónapok óta, évek óta azt súlykoljuk a főváros. Azt súlykoljuk a főváros közönségének, joggal különben, hogy itten őrült nagy izé van. Ha őrült nagy izé van, akkor azért itt kell először is egy cezúrát húzni. Egyébként nyilván őrült nagy izé volt, mert mondjuk néhány hónappal ezelőtt meg
hónapokon keresztül tudomásul vette az igen tisztelt közvélemény, hogy mondjuk például Tarlós István mindig azzal érvelt, hogy ugye 26 pontból 25-tel megállapodott a miniszterelnökkel, de a parkolási rendszerben nem tudott megállapodni. Vajon mi a retkes köze volt a miniszterelnöknek? Vajon mi a retkes köze van a miniszterelnöknek egyébként a fővárosi parkolási rendszerhez? Mi lehetett az az ok, ami miatt Tarlósnak a miniszterelnökkel kellett erről beszélni? Nyilvánvaló, ez azt jelenti, hogy itt egy komoly cenzúrát kell húzni. Ez a főváros kompetenciája és a kerületek kompetenciája. Ha ilyen zűr van, akkor, és egyébként azzal együtt, amit én egészen extrémnek tartok, hogy lehet a horvát ekkora barom, hogy ilyen marhaságokat mond, hogy erkölcsileg most 2019-ben elhagyja ez a száján, ez a szó, azon kívül meg azzal érve, hogyha még egyszer kiírnák, akkor drágább lenni. Honnan veszi? Egyébként az egy tény, hogy a sajtók munkatársai joggal megkérdezik a polgármestert, mert közszereplő és az ő válaszai is nagyon fontosak, hogy erre mit mond. Az, hogy ő hülyeségeket beszél, például ilyet, hogy mondjuk egy esetleges új közbeszerzés esetén majd drágább lesz ez az akármi, hát azon kívül meg már bocsánatot kérek, és befejezem. Azon kívül van, ne vicceskedjünk már ezzel a 69 ezer forintos havi, micsodának a fel. 40 ezer forint. 69 ezer helyett 40 ezer. De hát, hogyha befejezhetünk, ez micsoda? Egy parkoló automatának havi üzemeltetés. Tehát 69 ezer forintért üzemeltettek ezek idáig, most 40 ezer forintos ajánlatot tettek, egyébként pedig van olyan kerület, de hát teljesen nyilvánvaló, hogy extrém, ahol egyébként 9-10 ezer forintért megteszik ezt havonta, azon kívül egy dolgot hagyd tegyek be, mint állampolgári jogász. Elmentek ti a nénikétekbe, mégis hogy képzelitek, hogy majd ti eldöntetik, hogy nekem van autóm, és akkor legyen nekem okostelefonom is? Hogy képzelitek? Hogy? Nem, hát azért elmegy mindenki a sunyiba. Ez az egész, egyébként ez szintén megérne egy külön történetet, hogy ilyen szépen lassan egyébként az embert baromi drágán rákényszerítik arra, hogy ebbe a világhálóba legyen kénytelen a magánügyeit intézni, anélkül, hogy ehhez az én egyetértésemet megszereznék. És egyébként pedig azért azon is érdemes elgondolkodni, ezt szoktátok látni, hogy a parkoló órák legtetején is van egy telefonszám. Van egy ilyen központi állami hivatal egyébként, és hogyha oda csatlakozom be, akkor például nem fizetek 30-40 forintokat óránként mondjuk a szolgáltatónak. Tehát akkor, ha cezúrát kell hozni, és ezt ilyen komolyan kibírt volna még néhány hónapot Zugló ebben a tekintetben, és akkor csinálják nagyon keményen végig, tárják föl ezt az egész ügyet. És egyébként pedig mindenki tudja, azért is kellett a miniszterelnöknek, mert ez bizony ez egy életveszélyes háló. Itt sok ember félig meddig már a börtön szélén táncol, ebben az egész parkolási mizériában, szétlopták a szemünket, akkor legyenek olyan szívesek most egy kicsit odavágni a baltával. Egy fontos mondatot hagyni, vagy kettőt. Egyet, mert a Pult Péterre jusson időnk. Nagyon sok idő jusson Pult Péterre. De hát 10 percünk van. Hát akkor, akkor nagyon röviden fog mondani. Ugye Zugló megfelelőd az autóktól. Azért kellett kiterjeszteni a parkolási zónát, mert nincsen P+R parkoló, és Zuglóba mennek be a külvárosból az emberek parkolni, és a helyi emberek nem tudnak. Őnekik erre szerintem lehet, hogy van fél évük, meg egy évük, ők azt mondják, hogy nekik erre nincs évük. Tehát szerintem az teljesen méltányos volt, hogy ez a történet elindult. Konkrétan 20-valahány parkolóáról beszélünk, közben a városban van több száz, vagy adott esetben 1000. Tehát szerintem ez egy sztori, erről az oda is fel van fújva. Másrészt, hogy legnagyobb mértékig egyetértek veled avval a mobiltelefon, nem okostelefon, és az egy, nem abban. Hogy igen, szerintem is szükség van a készpénzes bedobásra, mert hogy nem lehet mindenki arra kényszerítve, hogy mobiltelefonnal parkoljon. Én is vegyesen parkolok ezzel azzal. És van még egy dolog, ezt Tarlósnak nem sikerült, és Orbánnak nem sikerült 10 év alatt közösen megoldani, vagy nem akarták, ezt én nem tudom eldönteni. Szerintem adjunk Karácsonynak egy évet, vagy másfélet, vagy amennyi kell rá, hogy oldja meg, és utána térjünk vissza. De a Horváth Csaba meg menjen a Nátházba. Hát Horváth Csaba menjen, Karácsonynak adjunk. Ha egy mondatban szeretném a következő két embert sűríteni, vagy inkább amit ők üzennek, vagy a kinevezésük, akkor az, hogy hát teljesen nyilvánvalóan mélyül a diktatúra. Pólt Pétert újra kinevezték 9 évre legfőbb ügyésznek, Handó Tündéből pedig alkotmánybíró lett. Hát az még csak hagyjál, azt szeretném tudni, hogy ki lesz a Handó utódja.
Azért ez a történet számomra így lenne kerek, és így lesz kerek valójában. Nagyon kíváncsi vagyok. Én tartok tőle, hogy nem, bár mondjuk ilyen béliósásoknak tűnő dolgokkal nem érdemes talán foglalkozni, de én azért félek attól, hogy nem az fog történni, hogy egy olyan személyt fognak kinevezni, aki mondjuk visszalép a Handóféle Tébolytól, hanem adott esetben szofisztikáltabban és ügyesebben fogja navigálni azokat a folyamatokat, amelyek a bírói kar centralizálják. Helyettesként behozták már Répásit. Tehát... Hát ha Répási lesz, akkor nem lesz szofisztikálás. Na, szóval... Látom, mély depresszió ütött ki rajta. Szerintem ez egy, nagyon komoly, ez egy nagyon komoly, a jövőt nézve, ez egy nagyon komoly képkinevezés. Nem, abszolút, fognak leszállni, persze, nem fognak leszállni. A NER egyik legfontosabb talapzata, egyik legfontosabb oszlopa, hogyha ő nem lenne, és mondjuk egy a munkájához és nem a NER-hez lojális vezető lenne az ügyészség élén, akkor azt gondolom, hogy sokkal több lennének börtönben a NER-ből, illetve a kormányon lévő politikai osztályból, mint ahogy jelenleg vannak, jelenleg egyébként zéró, hogyha jól látom, bár lehet, hogy mennyi oda fog jutni, de valószínűleg neki nagy hibát kell elfogadni, hogy ebbe a helyzetbe kerüljön. Szóval, hogy ő a talapzata, ő miatt áll a rendszer. És én hallottam olyan politikusi véleményt, hogy a Polt lesz majd az első, aki börtön megy akkor, amikor lesz egy rendszerváltás, mert hogy szerintem nem kormányváltás lesz legközelebb, hanem rendszerváltás, akkor ez egy... Azt még nem tudom, ott még nem tartunk, de hogy azt gondolom, hogy könnyen benne van, hogy Poltnak személyes felelősséget kell vállalni az elmúlt jó pár évét. Igazából az a vicc, hogy a Polt tényleg annyira, nem is tudom, az origója vagy a sarokkövernek az egész történetnek, most nem is csak, de hát alapvetően persze a legfőbb ügyészként, és aként az illetőként, aki lehetővé teszi azt, hogy itt semmiféle számonkérés ne történjen, még ha lenne is igény a számonkérésre, ami ugye nincsen, hogy fel sem merült, még találgatások szintjén sem, hogy esetleg Polt Péter helyett valaki más jöjjön. Tehát én nem olvastam ilyen véleményt, meg mondom még azt sem, hogy valaki latolgatta volna, hogy ki lehet Polt. Polt maga a NER, tehát így igazából ő a, ahogy tetszik, a szürke eminenciás, mert kevesebbet emlegetjük, mint Orbán, de ő a sarokkő. Handót meg felfele buktatták láthatóan. Szerintem is ez történt. Handó mondjam, próbált egy ideig keresztül vinni az Orbán akartot ezen a rendszeren, nem tudta. Hogyha volt olyan alrendszer a magyar közigazgatásnak, meg a magyar államigazgatásnak, amik ellenállt a NER nyomulásának, az a bíróság, illetve a bíróság legfelsőbb rétege, az alsó rétegében azért van sok kérdésem, de hogy ott nagyon érdemi ellenállás volt, nagyon kevés szó esett ebben a sajtó, mert bonyolult kérdések, de például az országos bírói hivatalban, vagy nem tudom pontosan milyen neve, aminek vezetője volt, nagyon sok bíró konkrétan frontálisan szembe ment Handóval, és ott nagyon kemény ütésvágások voltak, csak ezt nem közvetített a sajtó, miközben nagyon-nagyon látványos történetek voltak. De azért ezt közvetítette a sajtó. Minimálisabban közvetített. Én sokkal több ilyen cikket láttam, mert szerintem nagyon fontos látni, bemutatni egy olyan alrendszert, amelyik ekkora nyomás után sem fekszik be a NER nyomulásának, és ezt én sokkal mélyebben meg szerettem volna ismerni, mint ahogy most megismerettem ezt a típusú ellenállást. Az a lényeg, hogy Handónak ebben része beletört a vizsgája, és ki kellett menteni őt ebből a helyzetből, de mégis ő igyekezett lojális emberre maradni ennek a NER-nek, és hát akkor mi a természetes pályája ennek, a korábban alkotmány bíróságként funkcionáló, most már ilyen, nem tudom, ilyen hobbi zugurászó gyülekezetévé lezülesztett szervezetnek egy tagjával megteszik, aminek a politikai közjogi relevanciája az sajnos konvergál a nullához. A tökéletes lojalitás működik, és ez egy meglehetősen reprezentatív fej, ráadásul előáll az a nagyon, nagyon végül is kényelmes helyzet, hogy bármilyen alkotmány értelmezési kérdésben egyenesen az alkotmány szerzőjéhez fordul a családi körben. Én is azt gondolom, direktben fogalmazva, hogy nem azért lett fölmentve, mert jól végezte a munkáját a hatalom szempontjából, hanem azért lett fölmentve, mert nem végezte el. Ez az egyik dolog, a másik dolog, ebből azért azt következik sajnos, legyen ez az én szkepticizmusom, hogy valószínűleg a feladatokat végrehajtani alkalmasabb személyt fognak most keresni, vagy találtak már, és azért állították most föl. Ez az egyik dolog, a másik dolog a Polt. Hát a Polt nem egyszerűen a végrehajtó, hát a rendszer maga. Lánci András professzor elég ideidézni, ugye? Tehát a korrupció, ez a rendszer lényege, a politika lényege, azzal az ideológiával,
Egyébként meg is etetik a Fidesz szabadok egy jelentős részét, sőt darabra meg is vásárolják, hogy kérem szépen kell a nemzeti burzsuázia, a nemzeti tőke, ez pedig csak osztogatással lehet a hatalomhoz való viszony eredményeképpen lehet szétosztani, egyéb mechanizmusok nincsenek, ebben van egy küldetéstudat, tehát a polt nem egyszerűen egy eszköz, de nyilvánvalóan azonosul ezzel a szereppel, és hogy ide idézem a dolgot, ehhez azért az a fajta, hogy is mondjam, lojalitás a hatalomhoz, vagy ehhez a politikához, azért mégiscsak kell, aki mondjuk egy császár és tátrai után egyébként, akik bűntelenek, hogyha ehhez viszonyítjuk, akkor a NER-nek a háromnegyed részét el kellett volna már régen vinni, és ott ülhetnének előzetesbe alsó hangot. És annyit hagyd tegyek hozzá, ha már az Alkotmánybíróság szóba került, komolyan elsikadt egy kicsit, de jegyezzük meg, hát ha nem olvasnak, mert sokan nem olvasnak a politikusok körében sem, hogy az Alkotmánybíróságnak most volt egy fontos döntése különben az ÁSZ döntésének a támadhatóságával kapcsolatban, és ami még ideig deklaráltan nem volt kimondva, ez nem illik be abban a minősítésben, Alkotmánybíróság kimondta, hogy nem az ÁSZ döntést kell támadni, hanem a kincstárt és az ÁSZ állításai. Ugye a Jobbik panaszára ér, úgyhogy remélem a jobbikosok is elolvassák egyébként az Alkotmánybíróság határozatát. A kincstárnak kell neki menni, és bizony akkor itt új bizonyítási eljárás jön, és a többi, és a többi, és a többi, és a többi. Zárójelben ismeretterjesztés ingyen. Utolsó szó a hölgyé. Nem tudom, hogy miért kellene ülnie Pól Péternek. Tavaly 2018 tavaszán, vagy valahogy május környékén történt egy jogszabálymódosítás, a büntetőeljárási törvényt módosították oly módon, hogy az első a gyanúsításig van egy ilyen vizsgálati szakasz, felderítési vizsgálati szakasz, amit nem a főügyész felügyel, hanem a belügyminiszter. Tehát akkor kerül a Polt Péter az ügyészség hatáskörébe egy ilyen nyomozási büntetőeljárás, ha már van benne gyanúsított. Ezért volt érdekes az Elios ügy, mert megjött az Elios jelentés, és a Polt Péter, mikor kérdezték a brüsszeli igazságügyi biztos, hogy hát mi van ezzel, akkor Polt elegánsan visszadott a labdát, hogy nem tartozik a hatáskörébe, belügyminiszteri hatáskörébe tartozik egészen addig a vizsgálatig. A vádindítvány? A vizsgálatig nyomozati szakasz. A vádindítvány már az ügyészé. De ahhoz, hogy odáig eljusson egy ügy, ahhoz az kell, hogy legyen benne egy gyanúsított. Na most ott az Elioszt vizsgálgatták, nem találtak benne meggyanúsítható embert, nem került a Polt Péter hatáskörébe a történet. És ilyen módon bizony Polt Péter szépen elegánsan hátradőlhet, a kormány hatáskörébe tartozó, kormány alatt a belügyminiszter, ugye a belügyminiszter hatáskörébe van az a jogosítvány, hogy egyáltalán kikerülhet a Polt Péter hatáskörébe. Ezt nem értem, de mindegy, majd a tisztázzuk most. Jutott zárószóként eszembe a magyar futballtársadalom. Volt egy időszak, amikor minden focitábor egy ilyen transzparensen üzengetett, hogy ki kit gyűlöl. És akkor, amikor ez már úgy majdnem lezajlott, akkor a Fradi tábor kiírta egy hatalmas nagy transzparensre, hogy mi mindenkit gyűlölünk. Ez a Péter. Egyébként mindannyian. Nem vagyok. Egyébként megvannak a magunk transzparensei. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten találkozunk.